Hadd kérdezzek valamit. Még mindig a kamerádnak a kis kijelzőjét használod, amikor monitorozod vagy nézed, hogy mit veszel fel? Hidd el, nagyon sokáig csináltam, és nagyon sok nehézség adódik belőle. És éppen ezért szeretném megmutatni a szerintem legjobb külső monitort, az Atomos Ninja V+. Ebben a videóban unboxoljuk, megbeszéljük, hogy milyen nagyon király funkciói vannak, és a videó végén elmondom azt a két use case-t, amiért nekem egyértelműen a döntésem erre jutott. Szóval nézd végig a videót, de előtte intro. A Ninja V Plus ugye az eredeti Ninja V vagy Ninja 5-re alapozta azt, ami egy következő szint lett, mint teljesítménybe, hogy mikre képes, egy nagyon-nagyon jó méretben van, magas framerate-eket is meg tud mutatni, belső felvételre is alkalmas, és a nagyon-nagyon sok kamerával kompatibilis. Úgyhogy unboxingoljunk és beszéljük át közben a funkcióit. A Ninja V Plus egy nagyon erős, de mégis kompakt, sok mindenre használható eszköz, mind monitorozásra, mind felvételre, HDR-ben és HDR-ben is. HDMI 2.0-as in-and-out csatlakozás van, tehát tényleg nagyon a profi szintű kapcsolódási lehetőségek is adottak. A felbontása is nagyon durva, meg amit fel tud venni és mutatni. HDR-t, 8K-t és olyan formátumokat tudunk használni, mint Apple ProRes RAW, Apple ProRes, Avid, HEVC, ugye az a H265 is. És tényleg ott van az a szabadságunk, hogy ezeket a kodekeket, az Apple ProRes RAW-t, a H265-öt használjuk belső felvételre, ami bármilyen hosszú lehet. És mindez amúgy egy annyira gyönyörű, látszik, hogy profi, jól használható dizájnban van, és az egész használata is csak egy jó felhasználói élmény, az egészre támaszkodhatunk, bízhatunk benne. És hogyha már ugye monitorozás, hiszen az a legfontosabb, olyan eszközeink vannak, mint waveform, vectorscope, focus peaking, false color, zoomolni tudunk, egyedi látokat rárakni, tehát mindent a kompozícióba úgy tudunk monitorozni és megnézni, hogy tuti legyen, hogy a felvételünk jó lesz. Még egy dolog, amit nagyon szeretek a Ninja-ban, a V Plus-ban, az maga a touchscreen-nel egy nagyon intuitív, responsív, 5.2 incses, pont jó méretű és 1000 nit a maximális fényerőssége, ami akár tényleg napon is, hogyha rámegy, látom, hogy mi történik. Egy picit drágább, mert egy olyan 800 euró, tehát azért ilyen 300 ezer forinti feletti árról beszélünk, de ha belegondolunk, hogy mi mindent kapunk, és ezt egyszer megveszünk, és nagyon sokáig jó lesz, szerintem megéri. És annyi sok helyen lehet használni, akár egy ilyen talking headnél, most is itt van alul, és itt monitorozom magamat, vagy a termékvideózásoknál, amikor a kamerámat szó szerint el sem tudom érni, hiszen rajtam egy automatizált sliderem, vagy jiben, annyira jó, hogy mégis tudom így távolról nézni a dolgokat. De mielőtt elbúcsúzunk, hogyha tényleg a legtöbbet szeretnéd belőle kihozni a Ninja V Plus-ból, akkor van egy Atom X-Cast nevű kiegészítők, amivel már vele egyből instant lehet streamelni is. És hogyha már említettem ugye a termékvideózást, hogyha mondjuk összepárosítjuk egy vezeték nélküli videóadóvevővel, ott én a Hollylandnek a Mars 4K-ját ajánlom, én mindig így használom, és annyira jó. Erről van egy review-m, hogyha érdekel, akkor mindenféleképpen nézd meg itt. Ha még nem vagy feliratkozva, kérlek iratkozzál fel, a csengőt is nyomd be, mert nagyon király videóim jönnek, lájkolj, kommentbe kezdjünk el beszélni, hogy te mit használsz, szerinted megéri-e a Ninja V Plus az árát, és nagyon remélem, hogy találkozunk egy következő videóban, mondjuk ezekben. Klik! Köszi, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!